Sigfolt Klub kiállítása, újraélesztési bemutató, biztonságos az érintéses bankkártyás fizetés, második rész, turisztikai attrakciók fejlesztése. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. november 13-án 18 óra 5 perckor. Az Ifjúsági Ház Csokonai könyvtárában Gulyás Ferencné, a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézményvezetője nyitotta meg a Sigfolt Klub tagjainak munkáiból nyílt őszi tárlatot. A klub ügyeskező asszonyai Bojtiné Péntek Ildikó vezetésével most is elvarázsolták a jelenlévőket csodaszép alkotásaikkal, táskáikkal, takaróikkal, fali képeikkel, párnáikkal, amelyeket sok esetben centis anyagdarabokból hosszú hetek alatt készítettek el. Nagyon nagy öröm, amikor városunkban egy ilyen gyönyörű alkotó művészek által összeállított kiállítás kerül megrendezésre, hiszen már amikor belépünk a terembe, egy gyönyörű színkavalkád fogad bennünket körbe, ahol használati tárgyak, dísztárgyak, készült textiliából készült alkotások láthatók, és azt gondolom, hogy ez örömet ad az alkotóknak, de örömet ad azoknak is, akik ide ellátogatnak, legyenek azok akár egész kicsi gyermekek az óvodás korosztálytól a felnőtt és idősebb korosztályig. Nagyon nagy élmény mindannyiunk számára, amikor eljövünk és megcsodálhatjuk ezeket a nagyon szép alkotásokat. Egy-egy alkotásnál mindig megnézzük azt a kis precíz tudományt, amivel ők nem csak hogy összevarják ezeket a kis textiliákat, hanem amivel díszítik, ahogyan összeválogatják a színeket, hiszen itt nagyon fontos az is, hogy milyen harmóniába kerülnek a színek egymás mellé, hiszen ezeket az otthonába viszi el az, akit megajándékoznak vele, vagy éppen használja azt a táskát, azt a abroszt leteríti az étkező asztalára, úgyhogy azt gondolom, egy nagyon összetett tevékenység, de ami itt az alkotókból sugárzott, az a pozitív együttlét és alkotó öröm, ami a közösségre jellemző. A klub tagjai évek óta jótékonykodnak is, az elmúlt években már kaptak tőlük Mikulásra ajándékot a város óvodásai, de ágytakarókat is vartak óvodáknak, bölcsödéseknek, és a kórházba is vittek több általuk készített ajándékot is. Saját örömükre készítik ezeket az alkotásokat, de amellett, hogy ez nekik egy feltöltődést jelent, egy kikapcsolódást jelent, egy örömteli tevékenységet, emellett nagyon fontos számukra az, hogy amikor fölmerül annak a lehetősége, hogy adakozzanak, adományozzanak, akkor, ahogyan fogalmazott a klub vezetője Bojtiné Ildikó, felcsillan mindenkinek a szeme, hogy akkor mit is készítsünk. Hát most az elmúlt időszakokban, a múlt hetekben került átadásra a gyermekek számára azok a kis textilből készült labdák, amelyek minden óvoda kapott belőle, minden csoport kapott belőle, összesen 32 darabot kapott az óvoda intézményünk, amelyeket a gyerekek tudnak használni benti tevékenységekhez, kinti tevékenységekhez, képességfejlesztő játékokhoz, drámajátékokhoz, különböző szituációkban, úgyhogy nagyon nagy öröm ez a gyermekek számára. Vannak olyan alkotásai a klub alkotóinak, amelyek az óvodák falait díszítik, dekorációs képek, például az évszakokat jelenítik meg ezekből a kis apró, gyönyörűen összevarrott elemekből. Van olyan óvodánk, ahol a gyermekek számára takarók készültek. Azok is nagyon-nagyon szépek és kedvesek a kis óvodások számára. Aztán voltak olyan alkalmak, ami szintén nagyon nagy boldogság volt gyerekeknek, felnőtteknek, mindenkinek, amikor az összes óvodás kisgyermek megajándékozásra került. Ilyen volt egy karácsonyi időszakban a Mikulás kapcsán, amikor minden óvodások, közel 700 óvisunk kapott egy-egy kis készített kis ajándékot, és hát vannak olyan alkalmak, amikor csak úgy
jókedvükből kis játékeszközöket készítenek, és ezek is a gyermekek számára átadásra kerülnek, de tudom azt, hogy nem csak az óvodás gyermekeket, hanem az általános iskolás korosztályba is több adományt készítettek, sőt a kórház gyermekosztálya számára is készültek már ilyen nagyon szép, színes, varrott textilek, játékok. A klub tagjai idén is több foltvarró táborban vettek részt, és az ott tanult technikákkal készítették a most kiállított munkáikat, tudtuk meg Gulyás Ferencnétől. A Vöröskereszt karcagi területi szervezete a Városi Sportcsarnokban tartotta újraélesztési bemutatóját a sportolóknak. Orvos Anetta Csilla, a szervezet vezetője elmondta, fontosnak tartják, hogy a legfiatalabbakat is megtanítsák az ambubabán a szabályos újraélesztésre. Azért tartjuk fontosnak ezt a dolgot, hiszen a Magyar Vöröskeresztnek ugye ez egy elsődleges küldetése, egy felvállalt feladata, hogy az elsősegély nyújtást népszerűsítsük, és laikus elsősegély nyújtókat képezzünk az ország minden területén, hiszen egy gyermek is nagyon sokat tud segíteni, ha a környezetében valahol valakit baj ér. Tehát itt akár egy stabil oldalra fektetést, egy újraélesztést is meg tud kezdeni egy gyermek is, és ugye az elsődleges segítségnyújtás az első pár másodperc, pár perc nagyon sokat számít abban, hogy milyen kimenetelű lesz az az adott hatás, amit egy emberrel történik. A szervezet minden olyan városi rendezvényen részt vesz, ahol erre lehetőséget kap. Ábrahám Istvánné, a szervezet elnöke, szakápoló mutatja be a szabályos újraélesztést, és közben beszél arról is, milyen fontos, hogy ne menjünk tovább az utcán, ha eszméletlen embert látunk. Ez nagyon fontos, hogy ne essünk pánikba, és ugye, ha már gyerekeket ugye erre megtanítunk, akkor valószínű, hogy felnőtt korában is már még erősebben, még magabiztosabban fog hozzálátni egy sürgős helyzetben a megfelelő lépések megtételére. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. A hősképző, ahogy a Vöröskereszt szlogenje is jelzi, a segítségnyújtást is meg kell tanulni. Igyekszünk minden városi rendezvényen részt venni, nem csak Karcagon, hanem a területünk közt tartozó összes településen. Ahova hívnak bennünket, ott szívesen megmutatjuk magunkat, és bizony, tehát itt is ugye a mostani rendezvényen, ugye a sportnap kapcsán már nagyon sok gyermek vett részt az újraélesztésnek a kipróbálásában. Most ez a hónap erről szól, hiszen ugye az újraélesztés világnapja most volt nemrégiben, és a Magyar Vöröskereszt ezt a hónapot az újraélesztésnek a fontosságára próbálja a figyelmet oda koncentrálni. A csarnokban a sportolók is kipróbálták az ambubabán az újraélesztést, közben a szakemberek a szabályos mentőhívástól is beszéltek velük. A november a véradás hónapja a Vöröskeresztnél. Több véradást is szerveznek. November 27-én van ugye a véradók világnapja. Mi is fogjuk igen Karcagon is köszönteni majd a véradóinkat. Nálunk december 6-án lesz ennek a napja, hiszen ugye az országban, a megyében is ugye ilyenkor nagyon sok helyen ugye zajlanak ezek az ünnepségek, és ugye mindenkinek nem tudjuk november 27-ére tenni. Nagyon-nagyon fontos ez is, hogy ugye a véradással történő segítségnyújtásra felhívjuk a figyelmet, úgyhogy a novemberi hónap a hősképzőn belül erről fog szólni. Örvendetes, hogy a karcagi középiskolások élen járnak a példamutatásban, sok köztük a rendszeres véradó, így műtétekhez mindig rendelkezésre áll a mással nem pótolható vérmennyiség, tudtuk meg a szakembertől. Nagyon-nagyon jól szoktak sikerülni a diák véradásaink. Karcag ebben nagyon kiemelkedő, és nagyon-nagyon köszönöm ezúton is a képzőintézmények igazgatóinak a segítő közreműködését, a tanároknak a közreműködését ebben, hiszen ők is támogatják ennek a lehetőségét egy azzal, hogy ugye a helyet biztosítják, valamint azzal is, hogy a diák engedik ezekre a véradásokra, sőt, én úgy tudom, hogy nagyon sok helyen még valamilyen pozitív díjazással is jár ennek a dolognak a propagálása. 100%-osak szoktak lenni a diákvéradások Karcagon, itt kiemelném a Szent Annai középiskolát és a Varró szakközépiskolát is.
A karcagi többszörös véradókat külön ünnepség keretében köszöntik majd december elején. Tegnapi adásunkban már foglalkoztunk ezzel a témával. Mai adásunkban további olyan tényeket mutatunk be, amelyek az érintéses bankkártyás fizetések biztonságát támasztják alá. Az érintéses technológia működése esetén egy rejtett, beágyazott számítógépes csipről és speciális rádiófrekvenciás antennás technológiáról van szó, ami lehetővé teszi, hogy a terminál leolvashassa a bankkártya adatait. Az átadott adatokat többféleképpen titkosítják, a fejlesztők elmondása alapján a rendszer dinamikus adatvédelmi működése gyakorlatilag lehetetlenné teszi az adatok kiszivárogtatását. Így, ha valaki visszaélni készülne a kártyánkkal, azt minden bizonnyal nem a rádióhullámok által, hanem a kártya adatainkat megszerezve fogja tenni. Ezért pedig bőven tudunk tenni. Lényegében csak rajtunk múlik, a mi felelősségünk, hogy a kártya adataink ne kerüljenek illetéktelen kezekbe, vagy nem hiteles, biztonságos weboldalak, online shopok tulajdonosaihoz. Csak tőlünk függ, hogy azokat hol és kinek adjuk meg. Tetszik, nem tetszik, sok kártya tulajdonosban felmerül, hogy meg lehet-e változtatni a központilag beállított, jelenleg 5000 forintos limitet, ami alatt még nem kell beütni a PIN kódot. Erre azért nincs lehetőség, mert az érintéses elven működő kártyákat fejlesztő kártyatársaságok minden országban, ahol jelen vannak, a mi biztonságunkat szolgálva, a helyi bankokkal közösen állapítják meg ezt a bizonyos összeghatárt. Kisebb eltérések lehetnek, de nagyságrendileg mindenhol hasonló limittel fogunk találkozni. Sokan félve érintik oda bankkártyájukat a terminálhoz fizetésnél, vagy túl hamar elveszik, attól tartva, nehogy duplán érzékelje a rendszer a tranzakciót. Ám emiatt nem kell aggódnunk, mert a technológia garantálja, hogy a véletlen dupla érintés is minden esetben csak egy alkalommal kerüljön terhelésre. A technológiát Magyarországon elsősorban PayPass-ként vagy PayWave-ként emlegetik, ám ne lepődjünk meg, ha külföldön vagy akár itthon is más néven hivatkoznak rá. Például maga a technológiát kifejlesztő kártyatársaságok sem így hívják a rendszert. Sokkal inkább contactless-ként emlegetik, arra utalva, hogy a kártya érintés nélküli tranzakcióra képes. Ugyanakkor itthon hívják a PayPass, PayWave fizetés lehetővé tevő bankkártyákat egyérintéses, érintéses vagy érintő bankkártyáknak is. A Karcagvárosi Önkormányzat a Széchenyi 2020 pályázat keretében az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapfinanszírozásában elindította a TOP kötőjel 1.2.1 kötőjel 15 kötőjel nagy J nagy N kötőjel 2016 kötőjel 0005-ös számú társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívás keretében elnyert 200 millió forint visszanemtérítendő, 100%-os támogatási arányú pályázati forrásból a karcagi turisztikai attrakciók fejlesztése projekt megvalósítását. A Karcagvárosi Önkormányzat jelen fejlesztés keretében a város három helyszínén turisztikai attrakciós fejlesztéseket hajt végre. A projektben a Szélmalom és a Kántor Sándor fazekasház felújítását kezdi meg, új turisztikai rendezvényközpontot épít az Akácsliget fürdő közelében. A kedvezményezett célja a három helyszínen megvalósuló Karcagi Turisztikai Attrakciók Fejlesztése című projekt megvalósításával egy 9 helyszínből álló turisztikai tematikus attrakció kialakítása. Teszi mindezt annak érdekében, hogy a Karcag és térsége épített és természeti turisztikai látványosságaihoz érkező turisták részére egyedi, komplex turisztikai szolgáltatás nyújtásával biztosítsa a szabadidő hasznos, aktív eltöltését. A Karcagvárosi Önkormányzat célja a helyi térségi együttműködések, közös programok szervezése, turisztikai szakemberek részére munkahely biztosítása, mindezt úgy, hogy erősítse a helyi térségi gazdasági potenciált, a városban eltöltött turisztikai idő meghosszabbítását. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön,
www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!